Minden esetre most én nagy szeretettel köszöntöm még egyszer Poros professzorát, és akkor reméljük, hogy az ő előadása most már problémamentesen le tud zajlódni. Köszönöm szépen a meghívást a rendezőknek, köszönöm szépen a kollégáknak Németországban és más helyekről, hogy eljöttek Budapestre ezt a fontos érdekes témát megbeszélni, megvárjuk, míg a diák megérkeznek. Közben annyit hagyj mondjak el, hogy én nem vagyok tanszékvezető, én tulajdonképpen klinikusként sem dolgozom. Én tanítok, bírálok, szerkesztek, kutatok, véleményeket egyeztetek a nemzetközi irodalomban, ami aztán a bírálat orvosi tudás közlemének része. És valójában én egy hosszú kutató munka eredményeképpen lettem a Kalifornia Egyetem tanára, UCLA hivatalosan, de amiről ma beszélek, ez nem az egyetem véleménye, ez nem az egyesben bármilyen hivatalos egészségügyi döntőhozó szervének a véleménye, mint például az erdélyi egyebek fogadják ezt az előadást tőlem úgy, mint magánember. Mégpedig azért, mert most nem annyira a szakmáról szeretnék beszélni, hanem inkább szeretném önöket úgymond elkísérni egy úton, ami az USA-ból, tehát az Egyesült Államokból, mert tudom, esetleg ezt talán már le lehetne kapcsolni, akkor nem lenne az árnyékom. Köszönöm szépen. Tehát valójában én szeretném önöket egy utazáson végigvinni, ami arra ösztönözheti önöket, hogy egy más perspektívából, egy más szemszögből is lássák a koronavírus történéseket. Ezzel továbbítom a diákat, vagy pedig önök? Tehát, mint ahogy mondtam, én ugye valójában kutatok, tanítok, és alapjában véve az én feladatom az, hogy az orvosi irodalomban és a világ szakirodalomban fontos ismereteket helyezzünk el, kollégákkal konszenzusban megbeszélve, szerzőkkel kiegészítve a következő diát kérni. Hogy mondjam ezt? Jó, köszönöm szépen. Ma nemzetközi körültekintést fogunk tenni a Covid világában, ahogy ezt az USA-ból láttuk. A koronavírus által okozott járványról lesz szó, és hogy milyen gazdasági, politikai hordókban van az USA-ban, és nemzetközi porondon a járványnak, mit várhatunk még a koronavírustól, és hogy mikor lesz vége, feltehetőleg. Ezek valószínűleg meglepő válaszokat adnak önöknek is, mint hogy engem is megleptek, főleg a gazdasági, politikai vonatkozása a koronavírus járványnak. A legmeglepőbb érdekes tanulmány már november 16-án 2015-ben, aminek volt egy márciusi kiegészítése 2020-ban a Scientist-ben, ami egy amerikai rangos felület különféle tulajdonos témák tárgyalására, ahol a kutatók annak a lehetőségét vetették föl, hogy egy koronavírus érkezett, amelyik úgy néz ki, hogy laboratóriumban, vagy laboratóriumi eredetű. Na most ez az eredeti közlemény, ami ugye megjelent ezzel a vizsgálattal kapcsolatban, ez a Nature Medicine-nek az egyik közleménye volt. 2015-ben már leírtak egy SARS-like cluster, ez a severe respiratory syndrome kind of virus, tehát ez egy súlyos légzőszerű betegséget okozó vírus, és ugye ennek van egy denevérben lévő genotípusa, ami úgy néz ki, hogy emberekben is fertőzést okozhat. És valójában ezek mentén, az irodalmi adatok mentén kezdődött meg az a találgatás, vagy az a megbeszélés szakmán belül, ami arra utalt, hogy elképzelhető, hogy maga a vírus az egyébként laboratóriumban készült, és ezért föl kell készülni olyan vírus
járványra, aminek tulajdonképpen a kimenekülét nem ismerjük. Közben nagyon érdekes egyéb adatok is megjelentek, ugye a vakcina nevű újságban január 10-én 2020-ban megjelent egy közlemény, ami nagyon érdekes módon azt beszélte meg, vagy azt mutatta be, hogy tulajdonképpen az amerikai hadsereg védelmi szárnyában a kötelezően vakcinázott, tehát influenza vírus ellen vakcinázott személyekben nagyobb eséllyel fordul elő a koronavírus fertőzés, és azoknak a súlyossága is tehát súlyosabb lefolyást mutat. És érdekességképpen az is nyilvánvaló volt az irodalomból, szintén ezek Nature Medicine, tehát azért hoztam olyan közleményeket, ezeknek megvannak az eredeti linkjei is, csak később, tehát önök is el tudják ezeket olvasni, az előadástól kerül majd az internetre, PDF formában. Tehát ugye próbálok olyan irodalmi adatokat hozni, amelyek rangos virált újságokból származnak. Kiderült, hogy gyerekeknél annak ellenére, hogy tüneteket nem okoz maga a koronavírus, vagy legalábbis rendkívül enyhe lefolyásúak ezek a tünetek, gyermekek székletében már kimutatható a koronavírus részecskéi, vagy a kimutatható a koronavírus részecskéi, ami az úgynevezett hőr vagy nyájimmunitásnak nagyon fontos része, tehát valójában korcsoportok együtt dolgoznak fel fertőzéseket, vagy járványokat, és ennek nagyon fontos része a különféle korcsoportok, mint a gyerekek és felnőttek közötti ugye vírus részecskéknek az úgynevezett prezentása, vagy ez az antigén prezentáció, ez az antigen presentation, ez egy nagyon fontos része az immunológiai válasznak. Hát ennek a nyomait viszonylag korán jelentő szakirodalmi lapokban már láttuk. Na most egy kollégánk, John Ioannidis, aki a Stanford Egyetemen dolgozik, ő statisztikus, tehát orvos statisztikus, ő viszonylag korán, márciusban már a járvány paramétereit vizsgálva nagyon érdekes kitételeket tett közzé. Egy fiaskó a láthatáron, a koronavírus pandémia alatt megbízható adatok nélkül döntünk. Azaz, orvosi döntéshozók a vírus pandémia vagy a vírus járvány alatt úgy hoznak döntéseket, hogy tulajdonképpen nem a megfelelő adatsort, vagy nem a megfelelő adatfeldolgozási rendszert használják. Na most ez azért fontos, mert itt azért ennek nagyon súlyos gazdasági és politikai következményei vannak, mint ahogy tudjuk Magyarországon is. Az Egyesült Államokban most veszítik el ugye a bérlők 10%-a, most már 20% körül van, veszítik el a lakásukat, kb. 40% volt egy időben Kaliforniában ugye a munkanélküliség, azaz alkalmi munkák is. Ugye kisebb üzletek bezártak, én ugye Los Angelesben élt, tehát azt látom, hogy megmondom őszintén, bedeszkázva üzleteket Santa Monica-ban én életemben nem láttam, és ez volt a legszomorúbb látvány számomra, hogy valójában egy nem csak bezárás, hanem egy szándékos gazdasági kártétel kapcsán, ami nem csak az én véleményem, ebben kapcsolatban fogok még adatokat mutatni, de lombolták a várost. És ugye azt is tudjuk, ez a Bloomberg ugye hírcsatornától származik az információ viszonylag korán, hogy 99%-a azoknak, akik meghaltak Olaszországban, ez egy boncolási adatsor, az olasz kormányzati szervek által ellenedett boncolási adatsor, kb. 800 beteget boncoltak, és a magas országos halálozás mögött úgynevezett komorbiditások, azaz más betegségek állnak. Tehát a koronavírus fertőzés, mint olyan, amiről tudjuk, hogy ugye a megfázást, vagy a megfázáskor részét okozza, felső légúti húzós betegségeket okoz, tehát csak a koronavírustól tulajdonképpen nagyon kevesen haltak meg. A halálok, a boncolási adatok értelmében
más betegségekre, komorbiditásokra volt visszavezethető. Tudjuk, hogy mi lett az eredménye ennek a vizsgálatnak, a konzulásokat betiltották. Tehát ugye valójában ma, ha valaki meghal, mondjuk koronavírussal kapcsolatos tünetekkel, vagy annak nyilvánítják, azokat ugye nem bontják, illetve Kalifornia egyetemen látva, illetve a kaliforniai kórházakat látva, effektíve bezárták a kórházakat. Sátrak vannak, ahol koronavírussal kapcsolatos teszteket végeznének. Én ott soha nem láttam beteget, pedig hetekig autóval próbáltam tájékozódni, körbejártak a kórházakat. Valójában betegforgalom nem volt, de a lényeg az, hogy mihelyest valami olyan tényszerű adat kerül az orvosokban vagy a híreibe, ami szemben áll a koronavírus járvány elrettentő és súlyos kimenetelével, azt a orvosi ténykedés, vagy azt az orvosi vizsgálatsort elállítják. Na most ugye valójában ezek a alapbetegségek, ezek visszavezethetőek egy életleni biokémia folyamatsorra, nyálkahártyába, ezért jelennek meg szezonálisan ezek a betegségek, a nyálkahártyák nem tudnak megszabadulni egy nehéz hidrogénizotóktól, erről most nem fogok részletében beszélni, ezt részletesen ugye megtárgyaltuk az orvosi irodalomban, illetve előadásokban erről már beszéltem. Ezek között a betegségek között volt ugye magas vérnyomás, cukor és szívbetegségek, illetve ezek együtt a szövődménye, és ha megnézzük, valójában az elhalálozottak közel felében, ezek Olaszország előtt, három vagy több más betegség is előfordul. Tehát ha valójában megnézzük, hogy mennyi a koronavírus halálozás aránya, az olyan 0,8%-ra esett Olaszországban is, és igen, ahogy említettem, ugye azóta gondolások nincsenek. Nagyon érdekes közlemény jelent fel a Journal of Medical Virology, azaz az orvosi biológiai újságban, ahol ugye azt láttuk, hogy 12 vírus inaktiválása egy immunológiai vagy egy vakcina előadási programon belül, ami a hepatitis B típusú vakcinára vonatkozott, melegítési lépéseket, tehát hevítési lépésekkel más vírusokat is el lehet pusztítani, és ezért van az, hogy tulajdonképpen a koronavírus az egy meglehetősen érzékeny vírus az integritását tekintve, ugyanis ez novemberben 87-ben került az eredeti adatsor közlésre, 65 Celsiusra melegítve, száraz melegítés, szauna, forró, tehát is elég ahhoz, hogy jó néhány vírus elpusztul, ezek közé tartozik a koronavírus és az influenza vírus is. Tehát tulajdonképpen alap virológiai természetét tekintve a koronavírus egyébként ez egy pozitív szálló RNS vírus, amiről az előbbi előadásban részletesen hallottunk, ez egy meglehetősen érzékeny vírus, tehát ezért jelenik meg szezonális, amit a hőmérsékletnek, a leukén fakcionálásnak nagyon nagy jelentőség a nyálkahártyákról. Erről most nem fogok belemenni részletesen, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen ezen a vírus ellen lehet védekezni. A European Journal of Clinical Investigation ugye leírta azt, hogy a koronavírus betegség elhúzott hírek, 15 adott nélkül hozott korai intézkedéseknek vannak jelentős károi. Ugye szintén a Stanford Egyetemről Stanford Egyetemen dolgozó kollégán, tudja, ez is a Kalifornia Egyetem része, UC Stanford, ő volt az, aki ugye valójában ezt a elhamarkodott, felelőtlen döntéshozási tendenciát vagy gyakorlatot folyamatosan bírált orvosi szakmatokban ugye nyilvánosságra hozta, és valójában ezek azok az intézkedések, amelyeknek a következményét látjuk most. Ezek közé tartozik úgynevezett fake news and withdrawn papers. Tehát vannak olyan közlemények, amiket visszavontak nagyon jelentős újságokból, mégpedig azért, mert hamis adatokat tartalmaznak. Ez igaz például a klorokin kezelések, klinikai kipróbálására és egyebek. Túloznak adatokat a médiában elsősorban, a pandémiával kapcsolatban,
eltúlozzák az eset kapcsán mutatkozó bizonyított halálozási arányokat, bevezetnek olyan intézkedéseket, amelyeknek nyilvánvalóan nincs, vagy nagyon jelentéktelen a járvány terjedésével kapcsolatos hatása, és ugye itt még én mondjuk 10-11 esemény soroltam föl, de érdemes végignézni azt a közleményt, itt mindenhol megtetszenek találni majd a linkeket is. Tehát valójában nagyon érdekes összefüggések rajzolódtak ki számunkra, mint amerikai orvosok kutatók, hogy mi is az a koronavírus járvány tulajdonképpen. De most március 19-én az angol kormányhivatal 2020. március 19-től a korona járványt az Egyesült Királyságban már nem tekintik súlyos következményekkel járó fertőző betegségnek. Azaz, ez nem egy súlyos betegség. Azaz, ennek nincsenek olyan ugye járványtani társadalomra vonatkozó következményei, ami összehasonlítható lenne korábbi, mint például a 1918-as influenza járványjal. És ami még nagyon érdekes, hogy a modell mögött, a koronavírus modell mögött, amit ugye a londoni epidemiológus járványtani szakemberek készítettek, ugye ez a Daily Wire-ből származó hírek március 26-án, egy nappal azután, hogy Angliát lezárták, az a epidemiológus, a járvány modellező szakember, statisztikai szakember jelentősen csökkentette a járványon kapcsolatos haláleset előrejelzéseket. Úgy hívják ezt a kollégát, hogy Neil Ferguson, járvány tanász ő, aki az Imperial College-ben dolgozik, és a modellje alapján hozta a politikai, gazdasági és ugye rendelkezéseket, döntéseket arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű lezárásokat kell alkalmazni. Ezeket nagyvonalúan csökkentette azután, hogy egy nappal azután, hogy Londont vagy Angliát lezárták, illetve az Egyesült Államokban is hamarosan ugye lezárások került sor. És ugye már sokkal több ember talált, azzal magyarázta ez a járványtani szakember a döntését, hogy tulajdonképpen már sokkal több ember találkozott a vírussal, amiről a korábbi előadásban is a német kollégáktól hallottunk. Tehát tulajdonképpen a koronavírusok a járványtani szempontból való megítélése az egy sokkal szélesebb perspektívát is látóteret tenne szükségessé, mint azok a modellek, amelyek ugye Ferguson úr használt. Egyébként ő a londoni lezárások alatt a barátnőjét rendszeresen utaztatta Londonon keresztül. Ez egy érdekes híranyag, ezzel kapcsolatban is nekem a Facebook oldalon van több kint anyag. Tehát ő se vette komolyan, úgy néz ki, egy több gyermekes családanyáról van szó. Ennek a hírei nagyon érdekesek, ez az ezzel kapcsolatos híranyag. Illetve csak összehasonlításképpen Ferguson úr modellje az USA-ban 2,2 millió koronahalottat jelentett volna. Ezt 500 ezerre csökkentette, illetve az Egyesült Királyságban 500 000 halottat jelzett előre. Egy nappal a lezárás után ez már csak 20 ezerre csökkent. Miközben a barátnője járt hozzá látogatóba a lezárás ellenére. Tehát valójában itt azt lehet mondani, egy etikátlan, erkölcstelen és egy nyilvánvalóan hazug eljárás sor vagy döntés folyamat volt a járvány megítélése mögött és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalánál. Dr. Anthony Fauci, ő az USA NIH járványtani intézetének az igazgatója, ő tulajdonképpen Trump elnök koronavírus testületének az irányítója, szakma irányítója, az amerikai egészségügyminisztérium fertőző betegségek kutatóintézetének az igazgatója, és a New England Medicine újságban március 26-án, tehát a lezárások környékén, akkor már az USA le volt zárva, amikor már Kaliforniában ugye be voltunk zárva, tehát effektíve
nem lehetett, ugye munkahelyeket bezártak, voltak a üzleteket bezártak, csak nagy élelmiszerláncok maradtak útva. Ugye ő is annyit potyogott el, hogy annyit tett közzé, hogy tulajdonképpen ez nem is annyira halálos ez a vírus, és ez a járvány nem is annyira veszélyes. Itt van az európai halandósági szint, most csak gyorsan átmegyek ezeken a tendenciákon. Mortality, tehát a halálozási szint az európai normához közeli, ez volt a 33. heti híranyag, és akkor összhalálozás beszélsz az Euromomo, ez egy adatbázis Európában, ezt a kiugró, viszonylag kiugró halálozást, ezt dél-európai országban lévő hőhullámnak tulajdonították. Tehát tulajdonképpen a vírussal összekapcsolni, vagy a vírussal járványítani szempontból azonosítani nem tudták ezen adatbázis alapján. A Chicago Tribune, which is, ami szintén egy rangos hírforrás, hírportál az Egyesült Államokban, arról számolt be április 8-án, hogy egyes orvosok eltávolodnak a lélegeztetőgéptől, ami a koronavírus előrehaladt vagy súlyos szövődményként jelentkező ugye, intenzív terápiás kezelésnek az egyik módja a nagyon magas halálozási arány miatt. Ezt tudjuk, hogy ez valahol 80-90% között volt, vagy van, ami azt jelenti, hogy azok a betegek, akik súlyos légző szervi elégtelensége, azaz deszaturációra, tehát nem nincs megfelelő oxigén szállítás a vérükben, most ennek a részletében nem fogok belemenni, hogy ez miért történik meg. Itt több és komponens és életbeli ugye, érdek és érrendszer figyelembe vétele fontos, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen, amikor 9 beteg 10-ből meghal egy standard orvosi eljárás vagy kezelés kapcsán, akkor nyilván az orvosoknak át kell gondolniuk, át kell értékelniük azt a standard ellátási szokást, vagy azt a kötelező eljárást, amit rájuk erőltetnek. És akkor elmozdultak doktorok, tehát abba hagyták a lélegeztetést, beteget hasrafordították, percetet oxigénkezelést adtak nekik, és más egyéb kezelésekhez folyamodtak. Én úgy gondolom, hogy pont akkor volt ez, amikor ugye Magyarországon is, vagy Európában ugye mindenki kormányzati szinten lélegeztetőgépeket próbáltak beszerezni, több-kevesebb sikerrel. Tehát valójában itt egy nagyon fontos standard gyógyászati eljárást kérdőjeleztek meg szakmabeliek, aminek ugye New York-i hírek szerint ezen chicagói híranyag után ugye világszerte azt lehet mondani, akkor a döntés az ott minél lélegeztetőgépet akartok beszerezni, ennek valójában szakmailag az volt az értelme, hogy ez kidobott pénz, illetve a betegek egészsége szempontjából, túlélése szempontjából nem igazán hasznos. A Dél-Kalifornia Egyetem, ugye a USC, akikkel ugye nagy foci meccseket játszott, amíg lehetett, a Kalifornia Egyetem, a UCLA, az én foci csapatom. A Dél-Kalifornia Egyetem USC szerológia adatai alapján kiderült, hogy tulajdonképpen már sokkal több fertőzött van, tehát sokkal többen estek át a koronavírus fertőzésen, mint az látszana. Az irányban ez a JAMA, tehát az amerikai orvosi kamara szaklapjában jelent meg, és ugye azt lehet látni, hogy maga ez a szeroprevalens, tehát ez a szeropozitivitás, tehát aki már ellenőrzőt mutat a koronavírusra, azok száma jóval meghaladja azokat, akik tüneteket mutatnak a vírussal szemben, de ezt a korábbi előadásban már nagyon jól ismertette a német kollégánk. Az ő adataik szerint kb. 370 ezer felnőtt rendelkezett már antitestekkel egy bizonyos kohortban, ott Kaliforniában, még 8430 klinikailag tünetet mutató beteg volt. Tehát azt lehet mondani, hogy itt egy sokkal úgymond elterjedtebb vírusellenes antigén szeropozitivitás látható, már a betegség kiállását tünetmentesen ugye populációt vagy lakosságot érintő egyedek között. Tehát valójában itt egy
lezajlott vírusfertőzésről van szó, és a Karolinska Intézet egyetem kutatói, ugye itt osztják a Nobel-díjat, szeronegatív betegekben talált olyan jelentős számú ugye kohortban jelentős számú olyan egyént, akik betegekkel kapcsolatban voltak, családtagok vagy egyháztartásban élők voltak, és őket már ugye ilyen T-ölő sejtek, tehát memóriával rendelkező T-ölő sejtek jellemezték, ami ugye a hosszantartó jelentős immunitás, tehát ellenálló képesség új lenyomatát viselik. Ez a Cell nevű újságban jelent meg, és ugye itt egy robust, tehát egy nagyon kifejezett ugye, jelenséget láttak, tehát nagyon sokan Svédországban már nagyon sokan rendelkeztek, nem csak a vírus korai, nem csak a vírus késői, hanem a maradandó immunitást jelző T-ölő sejtek is jelen voltak, ami a német adat, amit a német adatok is megerősítettek több szempontból. A COVID-2 specifikus T-sejtek kimutatottak voltak családtagokban, felépülteknél, akiknek a kortörténetében vagy tünetmentes, vagy enyhe lefolyású betegség volt. Na most érdekes módon ugye megszólaltak Stanford oktatók, klinikusok, illetve kutatók, akik azt hangsúlyozták, hogy több ok van. Itt dr. Scott Atlas öt okot sorol fel arra, hogy miért nincs értelme a Covid-dal szemben súlyos megszorító intézkedéseket tenni. Ezekről önök a hírekben nem hallanak. Tehát én azért mondom meg ezt önöknek el, mert a szakma viszont ez diktálja. Tehát ez nem a híranyagok ismeretanyaga, hanem ez egy szakmai felvezetés. Az emberek túlnyomó többségénél nincs jelentős kockázat arra vonatkozóan, hogy Covid-ban elhalnak, vagy meghalnak. Idősebb, veszélyeztetett emberek védelme kiküszöböli a kórházak túlzsúfoltságát, fiatal populáció immunitását, a teljes elszigetelés folyamatát akadályozzák, azaz nem tud kialakulni a herd immunitás, tehát tulajdonképpen minden logikai, szakmai, járványtani szempontnak pont az ellenkezőjét hozzák meg a döntéshozók, és ugye azért halnak meg, akik meghalnak, mert rossz mellett hipotetikus előjelzések miatt más betegségek esetén megfelelő orvosi ellátást viszont nem kapnak meg. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy a kórházakat bezárnak, krónikus ellátószerekat bezárnak, tehát valójában a krónikus ellátórendszer és az azzal együtt járó ugye halmozott egészségrosszabbodás látható. Nagyon világosan látszik az, hogy a veszélyeztetett népesség, akiket célzott intézkedésekkel meg lehet védni, ez az idősebb korosztály. Tehát ha ezeket mind figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy még a járványtani úgymond főgurú, Fauci doktor is, ugye május 6-án 2020-ban arról beszélt, hogy a maszkordásnak nincs értelme, pont azért, mert és itt éppen mutatja azt, hogy ugye a maszkot az emberek igazgatják, tehát valójában egy ellentétes, ellentmondó, érthetetlen, zavaros, zagyva, bugyuta kommunikációs kör jellemzi ezt az egész Covid járványt az USA-ban is. Ennek ellenére a politikusok és ugye, politikai döntéshozók más kötelező előírásokat hoznak, aminek szakmailag nincs semmi értelme, tulajdonképpen egyrészt mi is ebbe jövünk, akár Európát, akár USA-t tekintjük, Magyarországon nem tudom, hogy pontosan mi a helyzet. A COVID-19 kéréseket vett, ugye maga ez a Wall Street Journal-nak a cikke, ahol ugye a korábbi kutatási tendenciákat, ez a személyen szabad gyógyászat, erre majd visszatérünk az előadás végén, ugye ez megy 20 éve az USA-ba, ez viszont minden pénzt, tulajdonképpen a legnagyobb pénzfesélések egyike, amit a gyógyászatban ugye látunk, a Wall Street Journal fel is vetette ezt, hogy most mi van. Tehát most, amikor kéne egy
újfajta gyógyászati lehetőség vagy eljárássor, amit ugye személyeszabad gyógyászatnak neveznének, az most hol van az a gyógyászati módszer, erre még Francis Collins, tehát az NIH igazgatója is azt kellett, hogy mondja, hogy hát bocsánat, mi nagyon nem tudunk ebbe beleszólni értelemszerűen. Most ennek eredményeképpen disszidens orvosok, mint amilyennek én is számítok az Egyesült Államokban ilyen formán, ez még mondjuk nem jelenti azt, hogy mondjuk az én akadémiám megítélésem más lenne, ez inkább egy ilyen szlogen. Tehát ugye azok az orvosok, akik másképp gondolkodnak, mi ezt felvetettük a Wall Street Journal, ez a Wall Street Journal, ez rólunk szól az én akadémiai körömről, akikkel együtt dolgozom. Itt van a közlemény, itt van az én nemem. Ez a Perspectives in Biology and Medicine, ez egy Johns Hopkins Egyetemen kiadott könyv, pontosabban egy beadó, tehát egy rendszeres kiadvány, ahol ugye Joyner doktor és Finn doktorral Michigan Egyetemről vele együtt közöltünk biológiai redukcionizmus és a valójában a degenerált tudomány eredményei az, amit látunk jelenleg a kutatásban, a gyógyításban, tehát nincsenek jó új gyógyászati eszközök, főleg a személyeszabad gyógyászat nehezen látható, vagy nem látható eredményei miatt, erre majd visszatérek, mert ez az egyik oka annak a helyzetnek, amiben most ülünk. Ben Carson, aki az USA városgazdálkodási és népjóléti minisztere, ugye ő olyan értelemben nyilatkozott, hogy az a gazdasági válság, amit a koronavírus kapcsán kirobbantottak, ez tulajdonképpen szándékos volt. És nagyon érdekesek ezek a videók, érdekesek ezeket megnézni. Johns Hopkins Egyetemről került oda, én amikor ott tanítottam, akkor többször beszélgettünk, mert ő hallgatott előadásomat, tehát valójában egy jó szakmai körben politikai döntéshozók részéről, akik nyilván egyfajta konzervatív szemlélettel rendelkeznek, nyilvánvaló volt, hogy a jelenlegi gazdasági intézkedés sor ez nem indokolt, illetve ez egy szándékos, járványra húzott gazdasági politikai szándék, vagy hatalmi harc, ami jelenleg folyik a világban. Mit okozott a Covid politikai hordudvar az USA-ban, és mit várhatunk még a koronavírus járványtól? Vissza kell menni 2002-ig, amikor is kiderült, hogy a gyógyszeripar és az egészségüzlet jelentős válsággal kezd kialakulni, ami ugye a gyógyszeripar szakmai válságával együtt 2005-ben genomikai mint hibás egészségügyi modell állt elő. Ennek megfelelően jelenleg az amerikai gyógyszercégeknek nincs, a legnagyobbakra gondolok, nincs bevétele. Tehát az elköltött pénzek, gazdasági fejlesztési, kutatási pénzek jóval meghaladták a gyógyászati eszközökből való bevételeket, vagy gyógyszerekből való bevételeket. Ez elsősorban génterápiák eredménytelenségéről. Hetente buknak ezek a szerek. Most a héten azért nem osztottam meg a Facebookon, több bukás, mert nem volt időm. Ez meg az előadás miatt, de ha elkezdenek menni a Facebook oldalamra, akkor ott én rendszeresen ezeket a bukásokat jelzem. És ez a gazdasági, most ugye 2002-ben már nyilvánvaló volt, hogy a génterápiák és farmakogenetikai közgazdasági összefüggésben gazdaságban értelmezhetetlen a személyre szabott gyógyászat. Most ez egy nagyon fontos szakújságban jelent meg 2002-ben, Value in Health, nem mástól, mint a Pennsylvaniai Barton Közgazdasági Intézetről, illetve az Office of Health London, England. Tehát az angol egészségügyi hivatal jelezte azt, hogy tulajdonképpen nincs értelme a személyre szabott gyógyászatnak. És ez azért fontos, mert ezek az intézetek, amelyek jellemezték ezt, ugye ez a Brit Gyógyszeripari Szövetség, Egészségügyminisztérium, Brit Nemzeti Egészségkutatóintézet saját szakmai tanácsadó testületei közé tartozik. A monogén betegségek génterápiájának fejlesztése irányú magánszektorbeli beruházások társadalmi szempontból valószínűleg nem optimálisak. Ez egy nagyon súlyos közgazdasági konzekvencia
arra vonatkozóan, hogy eredménytelen az a gyógyszerfejlesztési gazdasági szempontból értelmezhetetlen az a gyógyszerfejlesztési tendencia, amiben gyógyszercégek és az azok befektetői, manapság tudjuk, hogy ugye a Google, akkor a nagyobb ugye, elektronikai szervek, a Microsoft, Soros György, tehát ők nagyon sok jelentős befektetésekkel bírnak a gyógyászat területén, személyszabad gyógyászat területén. Még akkor is, ha az árakat kiigazítják a génterápiák kapcsán, a betegcsoportok túl kicsik lesznek ahhoz, hogy a génterápiák kereskedelmi fejlődése életképes legyen. Tehát tulajdonképpen 2002-ben már a közgazdások megmondták azt, hogy a gyógyszeripar fejlesztési tendenciája a személyes szabad gyógyászat genomikai szemlélet alapján gazdaságilag nem lesz jövedelmező. A többségükben eredmény, ezt a közlemény már én írtam 2005-ben, a Springer Nature adta ki, többségükben eredménytelenek a személyes szabad gyógyászati próbálkozások, elsősorban anyagcseré célzó rákterápiák szükségesek, nyomjelző technológiákat, tehát a genetikát mi, vagy én egy általános biokémiai gyógyászati vonalra szerettem volna áttolni. Itt látszik maga, tehát itt látható maga a közlemény, ezt én közöltem 2004-ben. És ugye leírtam azt is, hogy ezért nem fognak tudni sem a biztosítók fizetni a génterápiákért, illetve a rákterápiák többsége szakmailag ugye nem lesz kielégítve, csak nem lesznek jobb, ugye, tehát nem javulnak a rákhalázás statisztikák, mint ahogy az látszik is tulajdonképpen, tehát nem lesz jó a betegnek azzal, hogy génterápiás eljárásokat vagy ilyen szemléletű fejlesztéseket visznek. Ez elsősorban az onkogénekre, onkofehérjéknek a változatosságára vezethető vissza, ennek a részleteiben nem fogok belemenni. Ami viszont ennek eredménye lett, a 2002 óta ugye figyelmen kívül hagyott közgazdasági katasztrófa a gyógyszeripar számára, nagyon picik a betűk, tehát egy picit segítek. Ez a 12 legnagyobb amerikai gyógyszergyár az Egyesült Államokban, ezek között itt van az Eli Lilly, a Merck, a Novartis, a Pfizer, tehát ők kereskednek az USA-ban is. Itt látszanak a bevételek, ez a zöld csík, ez a legfelső, az látszik, hogy egy cég van, talán kettő, amelyik még valamennyi bevétellel rendelkezik. Ezek a bordó vonalak pedig a kiadások, a kutatási fejlesztési kiadások, tehát lehet látni azt, hogy a 12 nagy gyógyszercégből 10 tulajdonképpen veszteséges már az elmúlt 5 évre visszamenőleg. Ezek közgazdasági adatok. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy a nagy gyógyszeripar, tehát az a gyógyszeripar, amit mi úgy ismerünk, hogy a nagyok, azok mind veszteségesek, és a befektetőik is veszteségesek. Azaz, az a pénz, amit kutatásba, fejlesztésbe fektettek az elmúlt 5-10, megint ezek nem az én adataim, ezek közgazdasági adatok. Na most még ami nagyon fontos, hogy a gyógyszeripar népszerűségét, illetve az amerikai főiparágak népszerűségét mérik minden évben. Itt van ugye például a komputer tudomány, itt van például a restaurants, tehát az étkeztetés, itt van például az utazási ipar. A 25 iparág közül, nagy iparág közül, amit az USA-ban közvéleménykutatás alapján jellemeznek, a legnépszerűtlenebb, itt van a sor legalján, azért kereteztem be, hogy ne kelljen sokat keresni, a gyógyszeripar a legalsó, a legutolsó. Mert jelenleg az USA-ban a legutáltabb ipar az a gyógyszeripar, ha tetszik, ha nem. Tehát valójában ezeket a tényeket ugye figyelembe véve, itt ki is van nagyítva, köszönöm szépen ezt, tehát itt a tehát itt a gyógyszeripar a legutolsó, a 27 ugye, cég közül, vagy fajtaipari tevékenység, ez a Gallup intézetnek kimutatása, ez augusztus 1 és 14 között készült ez a kimutatás. Tehát valójában azt lehet mondani, hogy itt egy nagyon súlyos úgymond etikai, gazdasági devalváció folyik az iparon, a gyógyszeriparon belül, amit önök kellene közölnek.
Mert ennek következménye az, hogy ahhoz, hogy ők valamilyen úgymond bevételre tegyenek szert, nem a gyógyszeripari szert, hanem az adott ugye befektetői, ahhoz most már orvaszájba vakcinázni kell. Miért? Mert azt még lehet globalizálni, azt még úgymond el lehet vinni bizonyos szakmai és bizonyos politikai döntéshozó szervek mentén. A vakcinák által egészségrombás az egy nagyon érdekes kérdés. Ronald Reagan 1986-ban, mielőtt az elnökségét befejezte, aláírt a gyógyszeriparnak egy úgynevezett National Childhood Vaccine Injury Act, az 1986, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy bármilyen vakcinával kapcsolatos károsodás ér valakit, azért a maga a vakcinaipar, vagy az azt előállító vakcina ugye előállító egység, a vakcina gyártó nem belehető, viszont maguk a melléktünetek egy az amerikai bírósági, büntetőjogi ugye kormányzati rendszertől függetlenül egy sajátos bírósági rendszeren belül ugye támadható, és ott kielégítést kapnak azok, akiket bármilyen vakcina sérelem ért. Ez az 1986-os USAHR 546, ezt tessenek megnézni, tehát ez rendelkezik Ronald Reagan aláírásával a vakcinákat előállítók támadhatatlanságáról. Mint ahogy mondtam, ugye a vakcinák globalizálhatóak, szűk, személyre szabott gyógyászatra elhetett pénzek visszajöhetnek, egy megfelelő média világjárvány, forgatókönyv és jogalkotói környezet kell hozzá, ebben jön most tulajdonképpen. Tehát, ha az én magám véleményemet kérdezik, akkor, amit a gyógyszeriparban 2000 óta látunk, annak tulajdonképpen egy gazdasági, hogy mondjam, fura politikai gazdasági szövetsége vagy szövődménye az, amit most jelen látunk a vírus ugye, vakcinák elváltása kapcsán, és ennek azért még vannak még érdekes összefüggései, abból az értelemből, hogy például, amikor megnézzük ezt a járványt, hogy ez hogy folyt le, Andrew Cuomo, New York kormányzója például lehetővé tette azt, hogy koronavírussal fertőzött betegek visszakerüljenek az öregek otthonába, illetve kötelező influenza vakcinázás. Két hete kaptam a levelet a Kalifornia Egyetemtől, hogy kötelező vakcinázás, tehát influenza ellen kötelezően vakcináznak minden oktatót, minden hallgatózat már régebb óta, minden ott dolgozott. Ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy visszamenjünk dolgozni ugye a Kalifornia Egyetemre, ahhoz vakcinázni kell, és a jelenlegi elnök, Janet Napolitano, aki most hagyja el ugye a Kalifornia Egyetemi hivatalát, ugye azt kívánja, hogy minden faculty, tehát minden oktató, minden ott dolgozó és egyetemista tehát influenza vakcinát kapja. Tehát teljesen mindegy, hogy mit, majdnem azt lehet mondani, ami vakcina van, azzal olcsunk, azt még el lehet adni, kötelezővé lehet tenni. Még akkor is, mint ahogy említettem önöknek, hogy a maga a flu vakcina az elősíti vagy súlyosbítja a koronavírus tüneteit, koronavírus fertőző képességét, tehát a betegek, tehát azok, akik influenza vakcinát kapnak, azok könnyebben betegednek és súlyosabb lefolyású a koronavírus benyő. Most ennek eredményeképpen a Robert F. Kennedy alapítványa, Children's Health Defense, már perli a Kalifornia Egyetemet ezen döntés miatt, ugyanis ennek nincs semmiféle orvosi, szakmai, sőt, azt lehet mondani, hogy ez pont a járvány súlyosbításával egybehangzó olyan szakmai döntés, vagy olyan politikai döntés, ami mindenképpen jogi felületeken, jogi formában támadható, és jelenleg most már ugye ez a bírósági per megkezdődött. Ugye annak ellenére, hogy minden Kalifornia Egyetemi kurzus online megy, annak ellenére ugye mindenkit oltatni akarnak jelenleg. Tehát valójában itt
már nincs is értelme szakmailag, tehát orvosi járványtani értelme sincs annak, amit politikai formán letolnak. Ugye a Kalifornia kormányzó, ugye tudjuk, Newsom úr, ő ugye egy liberális politikus, demokrata kormányzó, tehát ő mindent tol át egyetemi intézményeken keresztül, mert mondom, ez a saját véleményem, ez nem az nem a Kalifornia Egyeteme véleménye, de én szeretném, hogyha önök ezekről tudnának. Az mellett, hogy gyermekeken végzett randomizált placebo-kontrollált vizsgálat azt mutatta, hogy az influenza vakcina ötszörösére növeli a nem influenza vírusok köztük a koronavírusok által okozott akut légzőszervi fertőzések kockázatát. Tessenek megnézni, British Medical Journal. De tessenek utánélni ezeknek a linkeknek, ezeknek a csatornáknak, mert nagyon fontosak. Amerikai katonai személyzet, azt már említettem, hogy ott milyen ugye súlyosbodását elő a koronavírus lefolyását tekintve. Ezen a dián meg tetszenek látni, meg tetszenek találni azok az eredeti bírált közleményeket, amelyekből ezek az összefüggések kiolvashatóak. Itt vannak ezek a linkek, ezek a csapok, ezeket tessenek megnézni. Az Európai Unió számai összefüggést mutattak az influenza oltás és a koronavírusos halálesetek között szintén. Belgium, Spanyolország, Olaszország, Anglia, Franciaország, Hollandia, Svédország, USA az idős népesség legalább felét oltották influenza ellen, itt van az eredeti közlemény, tessenek elolvasni. 2020 június 18-án dr. Sinha arról számolt be, hogy a kiterjesztett gondozási létesítményekben lévő idős korúak több mint 80%-át influenzával oltják be. Tehát valójában ezek az immunizálások, vagy ezek az influenza oltások összhangban állnak azokkal a járványtani látható elemekkel, amelyek a szemünk látára bontakoznak ki, és itt vannak az eredeti közlemények, amelyek alapján ugye ezeket tovább lehet követni. Miért vagyunk ebben a jelenlegi helyzetben? Mint tudják, 2020-ban elnökválasztás lesz az USA-ban. Ez legutóbb 2016-ban történt meg, az elnökválasztás. Akkor két jelölt volt egymással szemben, a közvéleménykutatások, liberális demokrata közvéleménykutatók többségében azt hazudták, mert ugye ezt várták, hogy Hillary Clinton lesz az elnök, akik hát nyilván egy sokkal inkább gyógyszeripar felé, vagy legalábbis ismerten sokkal nyitottabbak az egészségügyi politikai felületek felé, mégpedig olyan formán, hogy a Newsweek 150 ezer példányban a választások előtti napon már kinyomtatta azt a 150 ezer példányt, amin Hillary Clinton látható, mint elnök. Tehát mi az USA-ban úgy választottunk 2016-ban, erre nagyon emlékszem erre az estére, az összes közvéleménykutató, CNN, BBC, az összes hírcsatorna azt nyomatta, hogy Hillary Clinton lesz az elnök, ami 10%-kal vezet Trump-al szemben. A Newsweek egyébként ezt már ugye kinyomtatta, de még nem került az utcára. Ehelyett jött Mr. Trump, ugye a mai elnökünk, aki hát nagyon sok szempontból ismerten egészen másképp gondolkodik, mint a demokrata-liberális politikai környezete. Ő egy republikánus, tehát egy konzervatív elnök, és ő valójában nagyon sok fontos dolgot megkérdőjelezett azóta, amióta elnök, folyamatosan támadják és folyamatosan meg akarják mutatni a jelenlegi koronavírus járvány is szerintem egy integratív része ennek a folyamatsornak, megint a saját véleményt tetszek, hanem ez nem egyetemi vélemény és nem ugye, kormányzati vélemény. És ugye azt tudjuk, hogy az ő politikai víziói, az ő politikai meglátása idáig ugye volt az orosz összeesküvés nevű hülyeség, akkor utána jött a Trump-osztásával kapcsolatos próbálkozás, tehát ideig semmi nem sikerült Trumpot megbuktatni. Kinevezése után 3 nappal vagy 4 nappal, elnöki esküje után
Dr. Falcsi már arról beszélt, hogy még az ő adminisztrációja alatt lesz egy korona, lesz egy vírus járvány, ami még, ugye, amire még nem volt súlyosságra tekintve a precedens, tehát nem volt példa. És hát ugye a kérdés most, hogy mit várhatunk még, és meddig tart ez a járvány. Szerintem ez a 2020-as USA elnöki választástól fog függeni. November 3-án szavazunk, akkor lesz a választás, attól függően, hogy marad-e Trump elnök, vagy Joe Biden lesz, ettől függ szerintem a koronavírus kimenetele is, megint az én véleményem. Én bízom benne, hogy ennek vége lesz, hogy én hogy szavazok, az én dolgom. A többi állampolgár szintén úgy szavaz, ahogy ők jónak látják, tehát valójában én ezzel meg is köszönöm a figyelmüket.